Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Arany szíve van, pazsa a szeretet, fegyvere a dal. Ezt nem én mondom vendégemről, hanem Marcel unokája. Tehát vendégem nem más, mint Balajti Ferenc Vajda János díjas költő. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Köszönöm, jó estét kívánok. Beszélgetésünk apropója, hogy megjelent Balajti Ferenc új kötete, Egyenes tükör, új versekkel, és azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hiszen egy könyv, főleg ha valakit Balajti Ferencnek hívnak, akkor mindig jellemzi magát a költőt is. Mondom ezt azért, mert ugye mit mondasz te? Elárvult lelkembe angyalhoz békét, az unokáim aranyból vert érmék. Ezt azért citáltam ide, mert hogy nagyon is jól tudjuk, hogy nagyon sok gyermekverset írsz, és emellett persze természetesen a felnőttekhez szóló verseket sem hanyagolod el. Ennek egy egészen kiváló példája az Egyenes tükör. 1989-ben számodra a rendszerváltozás hozta meg azt a pillanatot, amikor az első verses köteted megjelent, ez volt a 77 vers az állatokról, azt számtalan követte, gyermekversek és felnőttek. Hogy választasz, hogy jön az ihlet, hogy jut a versekből a gyermekeknek egyként és a felnőtteknek? Beszéljünk az Egyenes tükör megszületéséről. Honnét volt az inspiráció? Egy mondat erejéig engedd meg, hogy visszatérjek a kötetek számáig, és először a gyerekekig. Tehát most kiegyenlítődött 9 gyerekeknek, 9 felnőtteknek szóló könyv az én gyermekem. Akkor 3 édes gyermekem és 3 unokám. Ezeket hozzáadom, mert hozzá kell adni. Ez már a 20 fölött van. Az Egyenes tükör, ez körülbelül 3-3 és fél évnek a terméseit tartalmazza, vers terméseit, aminek nagy részét sikerült lapokba, folyóiratokba is eljuttatnom. Visszavázések alapján tartották érdemesnek arra, hogy Ferikém, ezt könyvbe is meg kéne próbálni újra, mert érdemes összeszedni. Hát én szerettem volna még várni vele, de az idő sürgetett, mert ugye az évek pedig szaladnak az ember fölött, és ahogy említetted, 89 is már milyen régen volt, és tanáremberként először a gyerekversekkel kezdtem el foglalkozni. A nagy mestereim Vörös Sándor, Csukás István, akiről majd igen, még esetleg beszélünk, és hogy mondjam neked, József Attilát pedig sosem felejtettem el. A dolgok mikéntje pedig, mint pedagógusnak, ugye a gyerekvers szerettem volna átadni az én gondolataimat nekik, megláttatni velük a szépet a világban, hiszen annyi minden szép van. A felnőtteknél pedig, hogy tulajdonképpen nem lehet elszakítani a versírást, ahogy Vörös Sándor mondta, ő nem gondolta azt, hogy majd a gyerekek fogják a őszi éjjel izzik a galagonyát kórusba szavalni. Ő azt mondta, hogy ezt megírta, és akkor hát annak viszont nagyon örült. Hát az Egyenes tükörről fogunk beszélgetni, ugyanakkor igen, nem mehetünk el szó nélkül, tisztelegnünk kell egy legenda előtt, aki sajnos már nincs velünk, Csukás Istvánról beszélek. Én azt gondolom, hogy aki gyermekverset írt, akinek valaha volt gyermeke, unokája, az mindenképpen elszorul a szíve, hiszen oly sok mindent kaptunk tőle, nem szeretném felsorolni, teljesen felesleges, mert én azt hiszem, hogy Csukás Istvánt mindenki tiszteli, becsüli, szülőként, gyermekként, unokaként, mindenféle értelemben. És emlékezzünk rá akkor egy verssel. Illetve még azért, hogy egy kicsit tágítsuk a kört, nyilvánvaló, hogy te, aki gyermekversekkel foglalkoztál, a kivételes lehetőség Csukás életművét megismerni. Igen, és a hírekre is azonnal felkaptam a fejemet, és a végén, amikor az utolsó riport volt vele, hogy ő egy nagyon boldog ember, mert ebben az országban a fél ország szereti őt, hiszen a gyerekek szeretik őt, ha a felnőttek nem is szerették annyira, imádták őt, és példaképnek is, és hogy mondjam, művésznek is példa, és a gyerekek számára pedig hát felejthetetlen dolgokat alkotott. Én úgy gondolom, hogy nagyon jónak tartom az ötletedet. Nekem van egy unokáimhoz írt
versem, az a címe, hogy Égi játszókán, hiszen Csukásnak a Süsi sárkány harmadik részében az űrbe vitte a cselekményeket, és most már az égi játszók a környékéről az űrből figyelheti a történéseket, a verseket onnan szavalhatja, mondhatja, vagy esetleg írhatja. Emlékezzünk ezzel a pár sorral rá, nyugodjon békében. Égi játszókán. Unokáimnak, Marcelnek, Lizinek és Katicának. Este fénymagot szitálok, hajnalban harmatot szedek. Ha elalszol, rád vigyázok, csillagporban veled megyek. Játszunk csodás égi játszón, hol volt, hol nem volt bujócskát. Itt nincs senki, aki ránk szól, fussuk gyorsan a fogócskát. Éhes leszel? Megetetlek, madárlátta szent kenyérrel, hozok majd hozzá friss tejet a tejútról 100 csészével. Csillagjegyeket színezünk sárgára, pirosra, kékre, azt kiáltjuk, gyere velünk uzsonnáros estebédre. Ha elalszol, rád vigyázok, álmodban is veled leszek, este fénymagot szitálok, hajnalban harmatot szedek. Nos, hát a rím adott, és azt gondolom, hogy az a méltóság és felelősség, ami kíséri egy-egy ilyen vers megszületését, kell, hogy szó essék arról, hogy arról az inspirációról a gyermekeken túl, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a Vörösmarty Társaság tagjaként azért egy életmű áll most már szépen lassan mögöttetek, egy nagyon-nagyon fontos pillanatok hordozói vagytok, hiszen ti vagytok azok, akik a Székesfehérvár kulturális szellemi életét, irodalmi életét mozgatjátok. Mozgatórugóként hogy lehet a mindennapokban megfelelni a nagyon is nagy várakozásnak? Hát először is, ha az egyenes tükröt említem, minden reggel bele kell nézni a tükörbe. Egyrészt örülni kell, hogy látjuk magunkat, ez azt jelenti, hogy még élünk. Sajnos a társaság tagjai is öregszenek. A másik dolog pedig, hogy szembe is nézhessen az ember a tükörlet. Tehát számot is kell tenni arról, hogy mit tett, mit tehetett volna, mit nem tett meg, és ez egy érdekes dolog. Van, aki máshogyan foglalja ezeket a dolgokat össze, van, akik versbe szedik. Nagyon-nagyon sokan írnak verseket. Én még azt is hozzámerem tenni, hogy naponta 10-20 verset is elolvasok, hol a számítógépen, mert hol kötetet veszek elő. Nagyon sok jó vers is születik. Én humorosan azt szoktam mondani, hogy mennyire jó ez a dolog, hogy inkább toll legyen az emberek kezében, mint géppisztoly vagy gyilkos kés. Hát aztán hát persze születnek olyan dolgok is, akik könnyedén veszik ezt a dolgot, pedig hát ugye nagy költőnk is mondta, hogy ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez. Tehát azért nem lehet még 19 évesen, hogy mondjam, mindjárt kinyilatkoztatni azt, hogy na, én már aztán költő vagyok. Sajnos oda sokat kell tenni, és mint versnek örülő ember, hagyd mondjam azt, hogy hát nem lehetek öntelt, de nem is vagyok. De egy-egy versnek örülök. De mégis tele vagyok kételyekkel, tele vagyok azzal a kételyel, hogy amit csinálok, egyrészt azt megéri-e, kihez jut el, minek csinálom, itt és most, hogyan és eljut elhoz, vagy egyáltalán van ennek. Tehát ez fontos, ezek emberi dilemmák. A 70. születésnapot tájékán a 72-ös beszélgetés sorozatban szó esett erről, hogy itt most lezárul egy korszak. Akkor abban állapodtunk meg, hogy nem zárulhat le, hiszen én azt mondom, hogy költői erőd és életed teljében vagy, ami azt jelzi, hogy továbbra is átgondolod, hogy mi minden az a fontos, amit versekben megörökítesz. Folytassuk most egy verssel, hogy ahhoz tudjunk kapcsolódni. Legyen még egy gyerekvers, vagy esetleg? Igen. Az annál is fontos, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy keresed a kapcsolatot a gyerekekkel, hiszen hálás vagy a visszajelzésekért, és én tapasztalom egyébként, hogy a felnőttek azért fontosak, de a gyerekek visszajelzése az mindig őszinte és tiszta. Hát egy óriási élményemet hagyosszam meg a tisztelt nézőkkel és veled is, Lajos, hogy a Vörösmarty című versemet a Vörösmarty Általános Iskola
megalakulásának, vagy megnyitásának 40. évfordulójára, egy ilyen nagy bizottság előtt a tornateremben egy hatalmas hozzáértő gyerek közönség között négy diák mondta el, hát majd a szívem szakadt meg, tehát ilyet is megér az ember, tehát ez is egy visszajelzés. Másik az, hogy a gyerekektől egyáltalán nem szakadtam el, mert néha lehetőség nyílik, ha csak egy kis részbe is, akár a fehérvegyei hírlapba, vagy más határon túli lapokba gyerekeknek írni, és ez tényleg csodálatos dolog, mert ők viszik tovább az életet, ő rajtuk múlik az, hogy lesz-e versolvasó-e, mert ő rajtuk múlik, hogy szeretik-e az emberek a verset, vagy leragadnak csak a kütyüknél, és bizonyos félmondatokba kommunikálnak egymással. Hát ez egy ilyen gyerekversike, megtisztul a világ, ez egy olyan vágyakozással íródott akkor, amikor már szintén nem volt hó, egy olyan tél ment le akkor is, hogy, de akkor, amikor ezt írtam, akkor volt hó, lehet, hogy visszaemlékeztem egy gyerekkori élményre. Megtisztul a világ. Pihe puha, könnyű, hó, kristály lebeg, Isten tudja honnan, szórják az egek. Pihe puha, könnyű, fújja már a szél, ágról ágra szállunk, egyszer földet ér. Pihe puha, könnyű, mint az álom szál, fehér lesz az erdő, meg a nagy határ. Fehér lesz a házam, a tél hoz és visz. Megtisztul a világ, szívem, lelkem is. Ez egy fontos vers. És nem csak a gyermekeknek teszem hozzá, hanem a gyermek lelkű felnőtteknek is. Amilyen te vagy, amilyen én vagyok. Igen, és még vannak, hála Istennek vannak még jó sokan, és valóban, hát ez a megtisztulás, ez a tél hozná a havat, de hát ugye, ha megnézted az autódat tegnap, tele volt ilyen sárga homokos cseppekkel. No de. Mi hozza a megtisztulást egy felnőttnek, egy költőnek, aki azért a mindennapokban, ha körbenéz ebben a világban, akkor látja a gondokat, problémákat, tragédiákat, amelyek jönnek sorban-sorban? Nagyon-nagyon nehéz kérdést tettél fel, Lajos, mert tényleg tele van a világ sok jó dologgal, nagyon sok jó dologgal, de tele van rengeteg problémával is. Nátha vagy a koronavírus terjedésétől kezdve a globális felmelegedésig, stb. Ha csak azt nézem, a magyarság életében a tragédiáknak az átélése, vagy a megtisztulva megérzése, vagy úgy megőrzése a történelemnek, hogy megtisztulva érezzük magunkat, hogy ne legyünk mindig a gyilkos és megtaposott nemzet, tehát történelmi síkon is számtalan egy lehetőség, téma van arra, hogy a világ gondjairól, bajairól az ember megszólaljon. És itt nagyon-nagyon széles a skála, és nagyon nagy a felelősség is, hogy az ember mikor, hogyan tud olyan dolgot írni, ami hát esetleg számot tart a figyelemre, netán még egy pici nyomot is hagyjon, mert nem mindenki érzi úgy, hogy nyomot hagy az élet, mert mindig úgy szoktam viccesen fogalmazni, hogy kedves feleségem, te 3 gyereket megszülettél, ha az ajtóra nem is írják ki, hogy Balajti Ferencnél nyomot hagytál a világba, de férfi ember kicsit máshogyan szeretné megmutatni magát, és aki már veszi ezt a bátorságot, annak viszont nagyon nagy a felelősségbe ezeknek a problémáknak a megfogalmazásába, pontos megfogalmazásába. Most a másik a színvonalas megfogalmazás, ami, hogyha így idősödik az ember és azusodik, mint a jó tokai, akkor én már olyan dolgokat teszek meg, a szonetteket kedvelem, mert az egy fegyelemre zárt formára szoktat, szótagokat számolok, rímképleteket nézek, és így tovább, és közben ritmusos rímekkel, próbálom olvasmányossá tenni, nem óriási képzavarokkal összekeverni és rámondani, hogy ez egy gyönyörű vers, mihez hasonlítottam, 5féleképpen mondjuk egy csobogó vizesést, nem ettől lesz verse-vers. Hogy ki, mitől lesz verse-vers, ez is megérne egy misét, de azt hiszem, hogy azt az olvasó mindig megérzi, és ez a jó benne, és el tudja dönteni, még hogyha ha figyel rá. Hát akihez nem jut el, nem figyel, észre se veszik, akkor az ember marad egy olyan dolog, mint egy fel nem robbant bomba, akire ugye nem figyeltek. De hát, hogy aztán ezt megérte-e csinálni, ezt majd még
esetleg kicsit később elmondani. Nos, én itt most találomra nyitottam ám ki ezt a kötetet, a törvény ereje, mert ez rímel arra, és replika arra, amit mondtál, és ezt majd én mondom. Könnyű nyűni és vágni ki gyengébb, csalfacsókkal csillapítani marást, megregulázzad mi minket széttép, és összefor veled minden szakadás. Ez az összefor veled minden szakadás, én azt gondolom, hogy a teljes költői és emberi pályafutásodra jellemző, és azt gondolom, ez meg a másik, hogy ezért tudsz példa lenni, és egyben példakép. De mennyire figyelnek most rátok? Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a Vörösmarty Társaság költőire, általában az alkotó embereire rendkívül nagy szükség van. Talán soha nem volt nagyobb szükség, mint mostanság. Mennyire figyelnek rátok? Igen, ezt többször hallottam, meg mások is mondták, hogy nagy a figyelem, még akkor is, hogyha ezt egy alkotó nem mindig érzi. És a kételyek, gyötrelmek, hogy mondjam, benne maradnak az emberben. De valóban úgy van, ahogy mondod, rengeteg rendezvény van, tehát aki akar, aki a kenyér megvásárlása, meg a hús megvásárlása mellett egy kicsit időt fordít a szellemének a táplálására, a lelkének a fényesítésére, az találhat lehetőséget. És ez a város, mert én szeretem, a város is szeret engem, a városi gyerekek is szeretnek, hál' Istennek, de én is nagyon szeretem ezt a várost, mert millió egy lehetőség van a kulturálódásra, beleértve a televíziót, a rádiót, a különböző rendezvényeket, a színházat, a balettánt, és akkor a sportról még nem beszéltem meg, rengeteg rendezvényről. Igen, de vannak kétkedők, akik azt mondják, hogy irodalom pedig nincsen. Csak az irodalom van, amit a szerkesztők, meg mit tudom én, a gyerekeknek betesznek az angol. Az irodalom nem él. Én meg azt mondom, hogy igenis az irodalom az él. Él. Itt az élő bizonyíték rá. Alkotnak emberek, alkotók, figyelnek is rájuk. Hát, vagy nem figyelnek, akkor is alkotnak. De az irodalom él. És vannak olyan nagy éltetők, akiket érdemes éltetni, mint például József Attila, Vörös Sándor, Adi Endre, vagy akár Csóri Sándor, és ezek az éltetők egy dolog ér, ha semmi másért nem, mert verset írni jó, alkotni jó, fölragyogni másnak jó, a vers az mindentől megmentheti az embert háborúba, Balassit, Radnóti, akármit, de ha semmi másért nem érdemes írni, itt próbálom mindig eloszlatni a kételjeimet, akkor azért az egy dolog ér, érdemes az irodalmat, a kultúrát figyelni, hogy ebbe a nagy-nagy, különböző népek nyelvtengerébe. Ezt a pici kis aprócska szigetet, amit úgy hívunk, hogy magyar anyanyelv, hogy édes anyanyelv, ezt nekünk szent kötelességünk ápolni, szeretni, mert hogyha a nyelvünk élni fog, akkor biztosak leszünk benne, hogy élnek magyarok, élni fognak magyarok, akik ezt a verset, vagy a magyar nyelvet majd mondják, olvassák, és netán magyarul álmodnak. Ha semmi másért, ezért az egy érdemes. Az elmúlt időszakban ez megerősítetett, már mint Csanád Imre és Csóri Sándor születésnapján az emlék műsorokban. Folytassuk egy verssel, hiszen erősítsük meg mi is. Hát ez egy öregedő embernek a nem egészen szerelmes verse, de mégis a feleségemnek ajánlottam, akivel az idei évben, ha a Jóisten még érted bennünket, 50 évet fogunk megérni. 1970-ben, október 3-án mondott nekem igent a Soponyai plébánián, ott akkor sajnos a nagy templom, ami meg előtte egy régebbi versenbe írtam, a kápolna, ami a volt Zicsi kastélyba megszűnt, ez egy ilyen ideglenes templom volt, de azóta se épült ott Soponyán templom. Ez 50 év, de hát ennek az 50 évnek a gyönyörével, keservével itt van benne ebbe a szonetben. Hol nem volt szerelem Jutkának? Hiányod nem fáj, már elfeledtelek. Lelkem még szálong az arany napra, de nélküled múlnak a nyarak telek, eszembe jutsz még pár pillanatra. S ideghúrjaimon csak a szél zenél. Egyszer majd takar az avarszőnyeg, testem hiába, mint a falat kenyér, nem vagyok jó társnak.
szeretőm. Vágyaknak vágya is hasztalan gyötör, de mi enyém volt, meg nem tagadom. Belőlem él még minden régi gyönyör, újra szenvedem, ha úgy akarom. Vidd az emlékeim, azt megkaphatod, s vigyázz majd rá, akár az angyalom. No igen, hát a szonet konzervatizmusa azért kijött természetesen, de az a szeretet is, ami átszövi ezt a fél évszázadot. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos egy kicsit emlékezni. És amikor azt mondtad, hogy egyre kevésbé emlékeznek a székesfehérváriak is, illetve van egy olyan kör, akik azt mondják, hogy a múltban révedezés az már idejét múlt. Én azt gondolom, hogy lám-lám, egy szonett is milyen sokat és milyen nagyon-nagyon sokat ad. Mert a legfontosabb, hogy ad. Továbbra is szeretsz adni? Természetesen. Ez alaptermészetem. Én nem keresem az összetűzéseket, de azt mondom, ha valakivel konfliktusba kell keveredni, hát konfliktusba keveredik az ember, de én inkább azt szeretem, hogyha ha én adhatok. Kapni is kapok, mert nagyon sok mindent visszakapok, szeretetet is. Nekem egy-egy olyan visszajelzés, vagy egy megjegyzés, vagy egy szerkesztő egy-egy visszajelzése, az engem hetekig fel tud dobni, inspirálni tud munkára. Hát most az előretolt helyőrségtől kaptam egy újabb instrukciót, hogy közeljövőben csinálnak egy oldalt, lehozzák, vagy például, mikor megjelenik az ember egy ilyen sorsfordító dologgal foglalkozó, és ez is egy emlékév, nagyon büszke vagyok rá, trianoni szemlében, ami tudományos sokoldalúsággal foglalkozik ezzel a belénk mai napig ható sors tragédiával, ami ért bennünket, most csak annyit, hogy az ország kétharmada elveszett, ugye mutatják sok mindenben ennek a hatásait. Ott benne lenni olyan emberekkel, Dobrentei Kornéltól, Móricz Zsigmondig, József Attiláig, egy-egy dologban, amikor az ember írhatott erről a tragédiáról, és ezt leközölték olyan emberek, akik ezt kutatják több évtizede már, és ugye a magyar ember belefigyel azért ezekbe a dolgokba, mert hát egy csomó dolgot most is újra olvasva vagy újra nézve tévériportokat jön rá olyanra, hogy hú, erre oda se figyeltem, pedig ez is beleszámított abba a dologba, hogy sajnos ez a csapás ért minket. Tehát kell ezzel foglalkozni. Kell vele foglalkozni. És ez nem is véletlenül. Megint kinyitottam, látod, a magyaros bölcsődal félénél, a verselviselősnél, hogy eleven halló, csodás korral alkony, babusgatni jön a bús magyar bölcsőt, saját képére formál férfit, asszonyt, legyen verselviselős minden költő. Ez egy kívánság, de egy felszólítás is egyben. És amikor arról beszélünk, hogy és az imént említetted, én azt vettem észre, hogy egyre több helyre publikálsz, hála Istennek. Hát egyrészt egy kicsit több az időm, ahogy azért nőnek az unokák, sokat segítettünk Jutkával, és köszönték is a gyerekek, egy kicsivel több az időm, de az egészségi állapotom, és hát ez egy olyan dolog, hogy ez valaki vagy bevallja, vagy nem, szóval vannak már ilyenkor dolgok, de ugye meg a gép sokat segít, a gép, a telefon, és hogy mondjam, az is elősegíti az embert, ha az ember odafigyel, amit csinál, és megpróbálja a legjobbat kihozni magából. Én soha el nem gondoltam magamról azt, mert Péntek Imre szintén költőbarátom és engem bemutató ősköltő apánk a László Zsoltival együtt, hogy te belőle dől a vers, azért te ránézel akármire, már írsz is, meg rímekbe is tudsz beszélni, szinte ilyen ősi dolog, de mikor rájöttem arra, hogy vannak egy-egy szó, vagy egy-egy sor, nagyon hosszúnak tartom, egy szonetnél a formát is figyelem, és egy rokonértelmi szóra, akkor jövök rá, hogy ebben gyönyörű magyar nyelv. Egy hétig gondolkoztam a 15 féle variáción, hogy mit tudom én, azt mondja, hogy csókolni a fák alatt. Tehát, hogy szerelmes szavakat mormogni, mammogni, nyammogni, motyorogni, hogy akkor a sor úgy kijöjjön meg, hát ne szakadjon meg az item. Tehát ezek már ilyen munkák, erre egy picit több idő van. Tudom, hogy ebben a rohanó világban, akik nem nyugdíjasok, tehát nagyon-nagyon családomban sok a pedagógus, öcsémék körében, feleségem. Szóval nagyon idegileg is fárasztó munkák vannak, azon kívül rohanó ez a világ, nagyon felgyorsult.
Tehát nincs már ilyen tél, hogy egy lovas szánkó után utána lehetne kötni a szánkót, és napokig mászkálni vissza, és visszaérjünk, hanem apa, kiviszi szánkózni, ott vagyunk, akkor hiná, mész, főszerelik, vegy, nem kell, majd ott bérelünk, már is mehettek két. Egyértelmű. Szóval ez így felgyorsult világról beszélünk. Menjünk tovább. Igen. Hiszen készültünk. Hát nem tudom, van-e időnk, belefér-e még. Még egy versre mindenképpen van időnk, hiszen ezért jöttünk. Ha az utolsó, akkor a semmi és a minden határát elhagyom, hanem akkor ezt a szomorú szonettet olvasom fel, bár ugye, ahogyan ellentmondtam saját magamnak is, azzal, hogy Jutkának írtam, hogy már nem figyelek rá, de hogy nem figyelek, ha 50 évig tudtam ezt a másik 10-25 évet még kibírja az ember, vagy kibírjuk együtt. De ez megint ebbe a rohanó világba szóló dolog. Én verset írok, szívet rajzolok a hóba, vagy ha kell a számítógépről, de ez a szomorú szonett is így jött be, ami mindig a egyenes tükörrel, a tükörbe való egyenes szembenézéssel függ össze. De azért én vidám ember vagyok, alapvetően, és az is maradok a szomorú szonett után is. Szomorú szonett. Hát ma már csak a távirányítómmal alszom, és mindig megbotlok az inger küszöbön. Ám, míg a holnapokat kezemben tartom, álmom bontott gyapjú fonalból szövöm. Mozgásom oly gépies, mint a gépvilág. Robot szemben keresem, van-e csillag. Lenyeljük mind marékszámra a pirulát. Motorgás szívunk és kormot, amit hagy. Elhisszük. Megmentenek a vizek, a fák, betonpanelba szoktatott szelít kutyák, de itt már újra hasznosító gép kattok. Ti élnétek még, mást élni alig hagytok. Űrszeméttől szakadt föld szívén a burok, és az sem lesz már lassan, hová leborulok. No, tükörben néztünk. Köszönöm szépen, hogy segítettél abban, hogy egy kicsit felismerjük magunkat, egy kicsit beleborzongjunk, hogy milyenek is vagyunk. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy meghívtál. Kedves nézőink, a tükörben néztünk Balajti Ferenccel, hiszen megjelent az Egyenes tükör című kötete. Kísérjék figyelemmel. Ha lehet, jussanak hozzá, olvassák. Higgyék el, megéri. És nézzünk közben tükörbe. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra. Viszontlátásra.